A nemzeti ünnep napján, október 23-án reggel a Kossuth téren a nemzeti lobogó felvonásával kezdődik a megemlékezés, majd egésznapos programok lesznek a téren. Az ünnep alkalmából hagyományos, óránkénti őrségváltás is lesz a magyar parlament előtt. A Kossuth téren délután 4-kor kezdődik az ünnepi műsor. Fellép a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, a Szent István Zeneművészeti Gimnázium kórusa és a Gimes Együttes. A program kiemelt részeként beszédet mond Orbán Viktor magyar kormányfő is. A Kossuth tér lesz a békemenet végcélja is. A kormány támogató menet ezúttal nem a Hősök teréről, hanem a Szénatérről indul a Kossuth térre, hogy meghallgassa Orbán Viktort. A Magyar Szocialista Párt nem tart központi megemlékezést, helyette arra kérte a regionális szervezeteit, hogy tartsanak saját, helyi ünnepségeket. Majd lehetőleg minél többen vegyenek részt a Milla által a Szabad Sajtó útra szervezett kormányellenes demonstráción. A Milla rendezvény 15 órakor kezdődik az Erzsébet híd lábánál a Szabad Sajtó úton. Itt fog fellépni Bajnai Gordon volt kormányfő is, de a Milla részéről azt jelezték, hogy ez nem lesz Bajnai zászlóbontó beszéde. A rendezvény színpadán pártpolitikusok nem lesznek jelen, felszólal Juhász Péter, a Milla Egyesület elnöke, és Kónya Péter, a Szolidaritás vezetője.